Konstruktívnak értékelték ma az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen az időközi választásokon történő indulásuk összehangolásáról egyeztettek. Több fővárosi kerületben és településen is időközi választást kell tartani, mert az eddigi polgármestert országgyűlési képviselővé választották. Szerintem mindenkit az eredmény érdekel, és én sem szeretnék valamiféle ellenzéki szágát. Nem tartja megfelelő megoldásnak az előválasztás ötletét az MSZP választmányi elnöke az idő rövidsége miatt. Leginkább azt szeretném, hogyha a háttérbe tárgyalnának, és utána nagyon gyorsan bejelentenék, hogy mire jutottak, mert az megmutatkozott, hogy az emberek nem igazából díjazzák, amikor arról beszélnek politikusok, főleg ellenzéki politikusok, hogy tárgyalunk. Egy jelölt álljon szembe mindig a Fidesszel, és tényleg nagyon jó fej volt mindenki. Minden párt ezt mondja? Igen. Pár órával később a szocialisták budapesti elnöke azonban már az időközi választásokon történő indulás összehangolásáról egyeztetett az ellenzéki pártok képviselőivel egy belvárosi kávéházban. A 8. és a 15. kerületekben ugyanis időközi polgármester választást tartanak majd, mivel Kocsis Máté és Hajdú László is országgyűlési képviselő lesz a jövőben. Józsefvárosban július 8-ára tűzték ki a voksolást. A tárgyalásnak minden esetben meg kell előznie az előválasztást, összegzett az egyeztetést kezdeményező Horváth Csaba. Az MSZP fővárosi képviselője hozzátette, Józsefváros esetében úgy tűnik lesz olyan jelölt, aki mögé mindenki be tud állni. Hát most mindenki az alapjavaslatot magáévá tehette, és a következő lépés az, hogy ezt meg kell vitatni a mindenkinek a saját testületeivel, hiszen eddig az elmélet az elmélet, de ezután testületi felhatalmazással kell folytatódni a tárgyalásoknak, hogy érdemben tudjunk tovább lépni. Én azt szeretném, hogyha még a nyári időszak előtt le tudnánk zárni az elméleti kérdésekről szóló vitát. Kérdésünkre elmondta, a pártok vezető tisztviselőinek lemondása nem könnyíti meg a döntéshozatalt, azonban a következő másfél hónapban mindenhol lezárul a tisztújítás. Ezt követően pedig minden pártnak ki kell alakítania álláspontját az együttműködésről. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a kedves televíziónézőknek is! Időközi választások jönnek tehát, hogy látja, hogy tanult valamit a baloldal az újabb választási vereségből? Hát azt nem tudom, mert most már a harmadik alkalommal szerezte meg a Fidesz-KDNP a kétharmados parlamenti többséget. Épp az elmúlt napokban adtam egy interjút, amiben én magam is mondjuk kellő kritikával próbáltam megközelíteni ezt a kérdést. Az, hogy ők mit csináljanak, nyilván az ő dolguk. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy azzal a fajta politikával, amiből egyrésztről azt gondolják, hogy mindig minden összeadható, és mindig minden úgy történik, ahogy azt egyébként az íróasztalok mélyébe sülyeztett papírokon gondolják. Ez tévedés, mert én azt hiszem, hogy a választók elég bölcsek és el tudnak gondolkodni azon, hogy ők milyen jövőt szeretnének. Nyilván mindenki próbál a hódmezővásárhelyi, illetőleg a mostani április 8-ai választásokból is levonni maga számára a következtetéseket. Hát itt azért április 8-án jól látszott, hogy önmagában az a teória nem igaz, hogy sokan mennek el szavazni, az mindenképpen ellenzéki győzelmet hoz. Igen, de ahogy ugye a bejátszóban is láthatták a nézők, május 1-én is, meg hát most is ezen az ellenzéki egyeztetésen is Kunhalmi Ágnes is az egységes baloldalról, az összefogásról, valamiféle koordinációról beszél, hogy lehet, hogy valóban ez az ellenzék legfontosabb feladata a következő ciklusban? Hát ugye az egyik fő kérdés az, hogyha ez egységes is, ez egyáltalán baloldalnak tekinthető-e. Mert hogy? Nyilvánvaló, hogy önmagában, hogyha Fidesz-KDNP-hez képest gondolják, akkor azt gondolják, hogy ez minden baloldali, de amiben szerintem például Jobbik benne szerepel, vagy olyan pártok, amik alapvetően nem is tagadják, hogy liberális attitűdűek. Sőt, hát ha abból kiindulunk, és én ezt nem először mondom el, hogyha szemantikailag tekintjük a balliberális megjelölést, akkor már vagy a szociálliberális, mert most már ilyeneket is hallottam, ebből látszik, hogy az alapvetően liberális, ehhez képest kicsit olyan baloldali. Elképzelhető, bocsánat, hogy alakult át a felfogásuk, hogy minden baloldali, ami a Fidesz-szel szemben van, tehát hogy egyfajta protest politizálás. Én azt gondolom, de hát ez nem baloldalinak tekinthető, mert önmagában ez viszont, hogyha az összefogás tekintetében jelzik, látszik az egyébként a választáson is, hogy ott sem mindenhol jöttek be azok a számítások, ahol egy-egy jelölt volt.
Tehát én nem hiszem, hogy egyébként a választók úgy gondolkodnak, hogy hát minden és mindenki összeadható, és egyébként mindenki, aki protest szavazatot kíván leadni, az beáll ugyan a mögé, a jelölt mögé, mert hát ebben azért vannak olyan politikusok, akik nyilván nem vonzanak az egyik pártnál, vannak akik a másiknál, és én azt hiszem, hogy azok inkább távol maradnak a választástól. Jó lehet, van egy másik probléma is ebben, hogy önmagában, ha egy párt nem tudja megmutatni a saját karakterét, ugye erről is beszéltem, hogy az egy pártnak karakteresnek kell lennie, hogy a választók tudják azt, hogy ő mit szeretne, mit akar, milyen keretek között kíván politizálni. Ezt a karaktert viszont senki nem fogja tudni megmutatni akkor, hogyha egy masszába önti be a saját jelöltjeit. A minap interjúra már célzott. Ebben úgy fogalmazott, hogy továbbra is azt gondolom, hogy szükség lenne egy olyan valódi baloldali pártra, amely nemzetben gondolkodik és keresztényi elveket vall, azért is, mert a mai világban a nemzeteknek sokkal nagyobb szerepet kellene kapniuk, és ugyanebben az interjúban jelentette ki, hogy ugyanakkor azt gondolja, hogy ilyen baloldali erő nem születik meg, ha csak Orbán Viktor meg nem szervezi. Nyilván én ezt elég, természetesen úgy láttam, hogy ezt nem mindenki így értette, de ezt egy némi malíciával mondtam, mert tényleg az látszik, hogyha semmit nem tanultak az elmúlt három választásból, és még mindig ugyanak azok körül a körök körül futnak, akkor én azt hiszem, hogy ez önmagában jelzi azt, hogy egyáltalán nem a választók a legfontosabbak, nem az a fontos, hogy mit mondanak a választóknak, hanem még mindig ugyanazon néhány ember mondja meg a tutit, hogy mit kell tenni, össze kell fogni, de az, hogy ki kivel, olyan alakivel régen még el se tudták képzelni, hogy össze lehet fogni akár szélsőséges nézeteket val, ma még arra is képesek. Tehát én azt hiszem, hogy, és ezt jól jelzi április 8-a, hogy a választók azért nem verhetők át. Ugye azt mondta, hogy nemzetben gondolkodó és keresztény elveket valló baloldalra lenne szükség. Ugye a szövetségi rendszeren belül, főleg a baloldali pártok gyakran hangsúlyozzák az uniópártiságukat a jobboldali kormányok nemzeti politikája mellett. Fordítsuk meg ezt a kérdést, ön szerint ezek a baloldali pártok hogyan gondolkodnak a haza fogalmáról? Én hadd maradjak inkább először annál a kitételnél, ami a nemzetet jelenti. Azért ezt az elmúlt hetekben voltam egy rendezvényen a Felvidéken, ott el is mondtam, hogy sok minden más nemzetnél mindig a nemzet az első. Utána következik az, hogy valaki milyen pártállású, vagy milyen politikai nézeteket van, de tulajdonképpen a nemzethez tartozás, az fölülláll mindenek fölött. Most én ezt tartom problémának, hogy nálunk ez nem így működik. Tehát nem az az első, hogy egyébként ez a nemzet összetartozik, ennek a nemzetnek vannak saját kérdései, hanem az, hogy hát nyilván, aki nemzetben gondolkodik, arról rögtön kiállítják azt a bizonyítványt, hogy nem Európa párti. Hát ez egy tévedés, mert lehet Európában úgy is egyesülni, és közösen kooperálni, hogy kialkudott közös többszörös van, nem pedig egy adminisztratív központ mondja meg, hogy ki mit szeretne. Újhely István, az MSZP európai parlamenti képviselője azt állítja, hogy haladjunk ezen a vonalon tovább, hogy Orbán Viktor és kormánya szándékosan élezi a konfliktus Brüsszellel, és hogy ki akarja vezetni Magyarországot az Unióból. Hát ha egyébként most ebben csak azt tartom problémának, hogy megint nem arról beszélnek, amiről egyébként az országban az ország többsége beszél, hiszen hát április 8-án mindenki arra szavazott, ami önmagában egy olyan politikát jelent, ahol van egy nemzetnek saját karaktere, és van saját elképzelése saját jövőjéről, és mondjuk ezt nem kívánja feloldani egy másfajta képletben. Hozzáteszem, hogy én magam is kaptam elég sokat már a liberális médiában azért, mert a Nemzetek Európájáról beszéltem, csak az a baj, hogy ők érteni sem kívánják, hogy mi az a Nemzetek Európája, hogy itt nem arról van szó, hogy egy akaratot rákényszerítenek az országokra, hanem közösen kialkudott, közös többszörösről van szó. Ugyanakkor számomra azért érdekes ez az egész Európa kérdés, és a múltkor úgy elgondolkodtam magam azon is, hogy ugye egyik részről vannak politikusok, akik azt mondják, hogy micsoda dolog ez a kivándorlás, mert elhagyják az országot, ugyanakkor
Európa pártiak, akkor miért olyan probléma, hogyha valakik elmennek egy-két évet külföldön dolgoznak, nyelvet megtanulják, és utána visszajönnek, és ezt a hazát, és ha már ön a haza kifejezést használta, ezt a hazát gyarapítják. Én azt hiszem, hogy ebben a helyére kellene tenni ezeket a dolgokat, és igazából a ma egyébként az egymás kegyeit kereső ellenzék is azon gondolkodna, hogy ennek a társadalomnak mit mond a jövőről. Na most Galo Béla politológus egy frissen megjelent könyvben, Mindig a haza címet viseli ez a könyv, hogy az ön pálya ívét dolgozta fel, és ha megengedi, ebből egészen röviden idéznék. Galo Béla összeköti az MSZP lejtmenetét az ön pártból való távozásával. Azt írja, hogy önnel az általa képviselt, az önnel képviselt politikai tartalom is eltűnt, egy olyan plebejus politikust vesztettek el, aki épp azokon a területeken volt erős, ahol az MSZP a legkevésbé falvakban, kisvárosokban és a vallásos emberek körében. Maradt még olyan politikus ön szerint a baloldalon, vagy a szocialista pártban, aki hasonló értékeket képvisel, vagy van egyáltalán olyan társadalmi bázis, amelynek igénye lenne a baloldalon ilyen jellegű politizálás? Szerintem igény az lenne rá. Az, hogy vannak ezt nem tudom, mert mondjuk a három választás azért az jól jelzi, hogy milyen utat jár egyébként ma az önmagát baloldalinak nevező, bár illetőleg balliberálisnak nevező politikai erő inkább, akiről azt látom, hogy inkább összefog bárkivel, akár 1%-os vagy annál kisebb pártokkal, csak azért, hogy megfeleljen bizonyos elitista elvárásoknak. Én úgy látom, és számomra meg kell, hogy mondjam, nagyon megtisztelő volt Galo Béla megkeresése, amikor fölkért arra, hogy bár nagy részt ismeri az én politikai történetemet, hogy fölkért arra, hogy adjak én is interjút, mert ő megkívánja írni a rendszerváltás utáni baloldal 25 évét az én politikai karrieremen keresztül. És ez azért is volt megtisztelő, és én nem arról beszéltem nyilván, hogy én önigazolást adjak arról, hogy egy másfajta politikai pályát kellett volna a baloldalnak bejárnia, de én azt hiszem, hogy valóban vissza kéne ahhoz térni, ami a népi nemzeti gyökereket jelenti, amit sose próbált ki, hozzáteszem, és sose mutatott be, mert az elmúlt 25 évben mindig fontosabb volt az, hogy inkább a baliberális attitűdöt mutassa be, mint azt, hogy népben és nemzetben gondolkodik. Szili Katalin, köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!